A Diákolimpiát az országos tanulmány és tehetséggondozó versenyek között tartják számon. A programsorozat elmúlt 30 éve alatt évente 2500 iskola, közel 300 ezer tanulója és 10 ezer testnevelő tanára vett részt 18 sportág versenyszámaiban, és 80 ezer érem talált gazdára. A Magyar Diák Sportszövetség idén 31. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi általános és középiskolájában az eseménysorozatot. A döntők nagy része már lezajlott, amelyeken megyénk diákjai szép eredményeket értek el. A diákolimpiai versenyeken mindig nagyon komoly eredményeket sikerül elérnünk, erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk azokra a sportolókra, akik viszik a hírnevét a megyének, viszik a hírnevét azoknak a megyei településeknek, ahonnan származnak, vagy ahol éppen tanulnak. Most ugye legutóbb a torna diákolimpiai döntő volt, Budapesten országos döntő, ott egy ezüstérmet sikerült csapatba szerezni az Ötvös József gyakorló általános iskola csapatának. Hát nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon komoly eredmény ez, hiszen olyan egyesületeket sikerült legyőzni, akik nagyon komoly múlttal rendelkeznek már, és hát a híradásokban nap mint nap találkozhatok velük. Aranyérem is került a megyébe. A mezei futás selejtezőit közel 40 ezeren kezdték, de a döntőben már csak 240 diák állhatott rajthoz. Idén ennek döntőjét április 17-én Gödöllőn rendezték meg, ahonnan Szabó Hunor hozta el az első helyezetnek járó babérkoszorút. A Kodály Zoltán általános iskola tanulója komolyan vette a versenyre való felkészülést. Heti 3 úszóedzésem és 2 atlétika edzésem volt előtte. Ezt már szeptembertől kezdve csináljuk, és a végén egyre keményebb edzéseink voltak. A verseny kimenetele elég nehéz, mivel rengetegen indulnak rajta, és sok jó versenyző van. Viszonylag hosszú is a táv, amiben rendesen el lehet fáradni, és tényleg mindenki nagyon gyorsan tud futni. Szóval egy nagyon nehéz verseny volt, és örülök, hogy meg tudtam nyerni. A Kodály Zoltán általános iskola több, mint 10 éve résztvevője a mezei futás országos döntőjének, idén 5 csapattal indultak. A korábbi években több dobogós helyet is megszereztek, sőt, csapatban bajnoki címet is elhoztak már, egyéniben azonban még nem. Ezért is volt nagy öröm a felkészítők számára Hunor győzelme. Hunor 8 percen belüli eredménnyel, ez magában is nagyon jó eredmény, végig tudta, hogy kik az ellenfelei, kikre kell nagyon figyelnie. Ezt a taktikát is beszéltük meg, hogy ha ezzel tud menni, ezekkel a versenyzők, ez olyan kb. 6-7 gyereket jelent, akik tudjuk, hogy az országos toppon ott vannak a legjobbak között, hosszú évek óta. Ha ezekkel tudja tartani a versenyt, akkor elképzelhető, hogy a végén lesz annyi tartaléka, hogy ő szakítja át a bajnoki szalagot, és hát ez így is sikerült. Megyénk még 2 aranyérmet hozott el a mezei futás országos döntőjén. Az 5. és a 6. korcsoport lánycsapat versenyeinek győztese a Tiszaújvárosi Ötvös József gimnázium lett.